akinél a stukker, annál van a hatalom, és annak kell behódolni, és attól félni kell, és attól tartani kell. És mindenkinek a kezébe kerülhet a stukker. És akinek a kezébe kerül a stukker, akiről előtte nem gondoltuk, hogy rejtőzik benne egy irgalmatlan vadállat, abban is felismerhetjük. Tehát, hogy mit hoz ki az emberből a hatalom? Akasztjuk le a kulcsot, nyissuk ki a kaput és menjünk innen! Ez van az úrnak, hogy ki kéne szükség innen. Hogyan kapok meg a 10 fotföldemet azok? Ki fogja bevetni bücsök magam? Nem beszélve arról, hogy az elemi humánus ez tettája. Csak le kéne akasztani a kulcsot. Elmaradhatunk itt örökké. Mondjuk kimehetnénk együtt. Én kérem, hallgassanak meg, mint egy tapasztalt katonát és stratégát. Elővigyázatossági rendszabályból előbb ki kéne dolgozni a kulcslevétel stratégiájára. Mindenki befogja a pofáját és megy a helyére, a kulcs marad. Görgei Gábor Komámasszony Hol a Stukker című darabja régóta egyik kedvenc darabjaim közé tartozik. Több feldolgozást is láttam már belőle az elmúlt, tudom én, 30 évben, és jó, magát a szerzőt is személyesen ismertem. Színházigazgatói tevékenységem alatt szerettem volna bemutatni, de valahogy mindig kiesett a dramaturgiai tervből. És úgy gondoltam, hogy amikor megalakult ez a Diárt nevű kulturális ügynökség, akkor előbb-utóbb műsorra tűzöm ezt a produkciót, és hát most jött el az ideje. Most jött öt nagyon tehetséges fiatalember, akikről úgy gondoltam, hogy velük talán érdemes ezt a darabot színre vinni, és hát természetesen felkértem egy nagyon jó rendezőt rá, és hát így lett kerek a produkció. Hargitai Iván a igazgatói tevékenységem alatt többször rendezett a Jókai Színházban. Ő rendezte a Heltai Jenő Naftalin című darabot, Katona József Bang Bang című produkcióját, Genovese Teljesen Idegenek című produkcióját, és hát elég szoros volt vele a kapcsolat. Azóta ő már a Budapesti József Attila Színház művészeti vezetője, főrendezője lett. Most ő hívott meg engem a József Attila Színházba egy vendégszereplésre, a Szibériai Csárdásba, mint színészt. Úgyhogy nagyon jó szakmai és baráti kapcsolatot ápolunk. Mi a fő veszélyfonala ennek a darabnak, és mennyire aktuális a mai kor embere számára? 1969-ben írta ezt a darabot Görgei Gábor, és hát gyakorlatilag a mindenkori hatalom és a mindenkori hatalom kiszolgálóiról szól. Leegyszerűsítve, akinél a stukker, annál van a hatalom, és annak kell behódolni, és attól félni kell, és attól tartani kell. És mindenkinek a kezébe kerülhet a stukker. És akinek a kezébe kerül a stukker, akiről előtte nem gondoltuk, hogy rejtőzik benne egy irgalmatlan vadállat, abban is felismerhetjük. Tehát, hogy mit hoz ki az emberből a hatalom? Ez a darab fő motivuma és a fő mondani valója. És mennyire képesek vagyunk akár tudatalatt is a hatalom birtokában megalázni másokat. És mivel körbejár ez a stukker, ugye mindenkinek a kezébe kerül a hatalom, és mindenki belekóstolhat a történetnek a két oldalába. Milyen hatalmon lenni, és milyen a hatalom által kiszolgáltatottnak lenni. Igazán elképesztő, hiszen ahogy ön is említette, 1969-ben született ez a mű. Nagyon is aktuális ebben a háborús helyzetben. Mindig van háború a világban. Tehát most nagyon közel jött hozzánk ez a háború, és most nagyon félelmetes ez. Ez egy általános jelenség, amikor az egyik ember leigázza a másikat, és valahogy ettől nem tudunk szabadulni az ősidők óta. És nem tudom, hogy mi a megoldás, hogy ez a néhány milliárd ember békében tudjon együtt élni, talán nincs is rá megoldás. Hol lesz megtekinthető még ez a darab? Mint producernek az a dolgom, hogy ezt az előadást tovább menedzseljem más tevékenységem mellett. Ez az egyik fő tevékenységem most, mivel a fiúk is nagyon szeretik játszani. Tehát egy örömjáték számukra ez az előadás. Megígértem nekik, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy az előadás műsoron maradjon, évekig akár. Tárgyalok a József Attila Színházzal, aki ilyen 3-4 előadásban szeretné megvenni a produkciót, és magyarországi helyszíneknek is ki lett ajánlva, és elég sok visszajelzés is érkezett, ami már ugye a következő szezonra szól, és én úgy gondolom, hogy Magyarországon is egy nagy szériát fog befutni ez a produkció. Kit kell kiszorítani, a prímusosokat? Azt mondta, kérem, hogy primitívus. Vagyis hát arra gondolt ez. Nagyon jól tudom, hogy mire gondolt, nem kellene elmondani, hogy mire gondolt. Hogy akinek prímusza van, azt ki kell szorítani. Mire célozgat művészki?
súlyos félreértés történt. Én nem konkrét személyekre céloztam. Én a primitivizmusról, mint erkölcsi értékrendről beszéltem. Hát most az erkölcsi értékrendemmel van bajod, művészként. Az ön erkölcsi értékrend. Minden erkölcsi értékrend kondíció színek van magyar. Kondíció színek van, köszönöm, igen. Azt kérdezem tőled művészként, átmeríti, hogy van-e erkölcsi értékrendem, vagy nincs? Szeretném még egyszer leszögezni. Van vagy nincs? Van. Mondd ki egészen. Ennek van erkölcsi értékrendje. Én a cuki gengszter urat játszom, aki a legnyersebb, legbutább, legagresszívebben daráló karakter, akinél először van a stukker, azaz a hatalom, és a saját primitivizmusát, nyerségét próbálja ráerőltetni mindenki másra, és ugyanezen eszközökkel próbál elvenni mástól mindent, ami a másnak a tulajdonában van. Én mindig ilyen nagyon finom fiúkat játszottam, szép fiúkat, hősszerelmeseket, stb. És ez a szerep, ez most egy olyan fiókot húzott ki az én kis lelki eszköztáramban, amit eddig még soha nem húzott ki senki, úgyhogy nagyon tudok benne fürdeni, mert teljesen új helyzet ez, és új színészi feladat számomra. A darab nagyon közel áll hozzám, ugyanis az osztályfőnököm, Peter Mankovecki, nyugodjon békében, neki ez volt az egyik fő rendezése az Astorka Színházban, és ezt én annak idején, amikor egyetemista voltam, meg is néztem, és hogy most ezt mi is megcsinálhatjuk magyarul, ez egy nagyon különleges lehetőség volt, és nagyon-nagyon fontos volt ez nekem. És hát a próbák azokról beszélni sem kell, hogy mennyire jók voltak, hiszen tulajdonképpen nem is kollégáimmal, hanem a barátaimmal csináltuk ezt az előadást. Azt mondhatom, hogy a rendező is a barátom, a színésztársaim és az egész stáb. Mennyire aktuális ez a téma? Mit gondolsz? Mennyire tud a mai kor embere tanulságot levonni? Mindenképp tanulságos, ugyanis mindenki úgy áll hozzá a hatalom fogalmához, vagy ahhoz az elképzeléshez, hogy mit jelent egy ember számára a hatalom. Én ezzel tudnék párhuzamot húzni, hogyha mondjuk én milliárdos lennék, akkor én mindenképp máshogy bánnék a pénzzel, és én itt rendet teremtenék, és amikor megkapnám az első milliárdomat, azt mondanám, hogy lehet, hogy mégsem így kéne csinálni, tehát amint az ember megízleli egy kicsit a pénzt, a hatalmat, a nagyságot, kéz a kézben jön vele a gyarlóság is, és a hatalomvágy. És ez sajnos nagyon sok emberre igaz lehet. Több helyszínen is előadtátok már ezt a darabot. Milyen visszajelzéseket kaptatok? Nagyon széles a paletta, a közönség korosztály. Ugyanis játszottuk ezt már középiskolásoknak is, felnőtteknek is, barátoknak is. És mindenki nagyon szerette, és nagyon tetszett neki, és most azt várjuk, hogy híre menjen, és egyre többen jöjjenek el, és nézzenek meg minket. Először is meg kell szabadulnunk mindenfajta káros juttalanságtól. Maga például mit fizet hozzadik folyton? Bocsánat, csak viszket a napot. Ez még nem ok az engedetlenség, mert húzza ki magát, és nem az okja. Szeretnél megvakarni. Szépen vagyunk, mondhatom. Hát ennek borbája van. Méltóságos uram, tisztelettel jelentem. Ha átugrálok rám a bolhák, én nem tehetek róla, hogy nem az állok meg egy percén, Müller. A bolhák csak arra ugrálnak át, akinek a vérét szeretik, igaz? Azonban, amint azt mondottam volt, a mi vérünk keserű a történelem viharaitól, tehát aki közülünk van, annak nincs bolhája. Az én karakterem a méltóságos, és a mi korunktól talán ez a karakter áll a legtávolabb, ugyanis ma már, hogy a feudalizmus felszámolódott, és már olyan szinten nincs jelen az életünkben, mint annó, ez leginkább mondhatjuk egy idejét múlt, de ennek ellenére szerintem még mindig megvan az aktualitása, mert még hogyha feudalizmus meg is szűnt az egykori formájában, azért a szegénység és a gazdagság azért az még most is nagyon jelen van a világban. Mi a legfőbb tanulsága, amelyet akár mi, a mai kor embere is levonhatunk belőle? Most nagyon aktuális, elég, hogyha világpolitikai helyzetet nézzük, és szerintem mindenki, aki már megélt bizonyos korokat, vagy a történelemkönyvből ismeri, akkor nagyon könnyen párhuzamokat tud vonni. Öcséddel játszol. Milyen érzés volt vele egy színpadon szerepelni, és mennyire tudod őt segíteni, tekintve, hogy azért tapasztaltabb színész vagy? Hát amennyire hagyjam. Most volt, amikor
picit megmakacsolta magát, és a saját feje után ment, ami értető, mert én is ilyen vagyok. De hál' Istennek azért idővel puhulunk, és egyre többször fordulunk egymáshoz kölcsönösen tanácsért. Közel áll hozzád ez a darab? Nagyon, nagyon szeretem, igen. Úgy vígjáték, hogy közben van mondani valója, és ez a műfaj az, ami hozzám igazán közel áll. Miről lenne szó? Mert a részemről minden nap kell. Arról, hogy mielőtt kinyitom a kaput, előbb likvidálom a kukat. Tessék? Egy-egy folyóta lesznek mindenkinek. Ötünk közül én vagyok Kis, az intellektuel. Talán ő az, aki leginkább megváltozik a darab folyamán. A többiek úgy formálják az én karakteremet, hogy végül, amikor a kezembe kerül a Stukker, akkor én is máshogy döntök, és elvetem az addigi elveimet. Mennyire volt nehéz megformálni ezt a karaktert? Alapból a közösség is segített egymásnak, hogy mindenki megtalálja a saját maga hangját, illetve a karakterét. Illetve a rendező nagyon jól összehozott minket. Ti mind az öten egy nagyon jó humorú, nyitott személyiségek vagytok. Milyen hangulatban teltek a próbák? Hogyan képzeljük? Én még ilyet nem is éltem át igazából eddigi színész karrierem folyamán, mert minden próba egyszerűen annyira élettel teli volt, és annyira izgalmas, hogy egyszer nem mentem úgy próbára, hogy esetleg, nem tudom, fáradtságot éreztem volna, vagy nem lett volna kedvem hozzá, mert egyszerűen a többiek is akkora inspirációt adtak, hogy élveztük az elejétől, az első olvasópróbától, a premier napjáig az egész próba folyamatot. Az sem egy elhanyagolható tényező, hogy a bátyáddal játszol a színpadon. Milyen érzés ez számodra? Mennyire büszkék rátok a szülők? Hát a szülők biztosan nagyon, nagyon büszkék ránk. Első alkalom, hogy együtt vagyunk színpadon, mármint legalábbis a színházban, színpadon, mert néptáncban már voltunk együtt. Rendkívül érdekes volt az első napok, az első próbák nagyon furák voltak, hogy a partnerem a bátyám, akivel aztán otthon hazamentünk és átbeszéltük a dolgokat, és örömmel nézek majd a következő munkák elé, mert biztosan lesz még ilyen. Hogyan viszonyulsz hozzá? Mennyire tudod pozitívan kezelni, ha ő esetleg valami jó tanácsot ad számodra? Ő a tapasztaltabb, és már több éve van a szakmában, de mégis teljesen egyenlően kezeljük egymást, úgyhogy rendkívül jó dolog volt a bátyámmal együtt próbálni. Számodra mit adott? Vagy mit ad ez a darab? Akárhányszor játsszuk, én is elgondolkozom azon, hogyha egyszer hozzám kerülne, úgymond a Stukker, akkor hogyan cselekednék, hogyha eljönne az a pillanat. Remélem, hogy ez minden nézőben megfordul ez a kérdés, és elgondolkodik rajta otthon, hogy ő mégis mit tenne.